főbb híreink. A lehetséges legkorábbi időpontra április 3-ára tűzte ki az országgyűlési választásokat Áder János. Az országos tiszti főorvos mindenkinek ajánlja a koronavírus elleni oltás 3. dózisának felvételét. Kedden ismét rekordszámú több mint 30 ezer koronavírusos új beteget regisztráltak Izraelben, megfertőződött a koronavírussal Jair Lapid külügyminiszter is. Az Oroszország vezette kollektív biztonsági szerződés szervezete 2 napon belül megkezdi csapatainak kivonását Kazahsztánból, közölte a kazah elnök. Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a heti TV híradóját látják. Belföldi híreink. Az alaptörvény és a választási eljárási törvény egyértelmű rendelkezéseket tartalmaz arra, hogy a köztársasági elnök milyen időpontra tűzheti ki az országgyűlési képviselők általános választását. E törvényi felhatalmazás alapján az országgyűlési képviselők általános választását a legkorábbi időpontra 2022. április 3-ára tűzöm ki. Olvasható a köztársasági elnök keh.hu-n közzétett nyilatkozatában. Arról is döntött a köztársasági elnök, hogy ugyanezen a napon lesz a népszavazás, a kormány a gyermekvédelmi népszavazás 4 kérdéséről is. Az országos tiszti főorvos mindenkinek ajánlja a koronavírus elleni oltás 3. dózisának felvételét. Müller Cecília közölte, bizonyított, hogy a 2. oltás után 3-4 hónappal csökken a szervezet immunvédelme. Müller Cecília elmondta, hogy mindenkinek alkalma van az oltások felvételére az oltási akciónapok keretében, akár oltóponton, akár házi orvosnál. Magyarországon továbbra is elérhető 5 féle hatékony és biztonságos vakcina. Sikeresnek nevezte az oltási akcióheteket és napokat, hiszen több mint 300 000-en kapták meg első oltásukat így. Azért biztosítjuk egyre szélesebb körben ezeket a lehetőségeket, hogy technikai, fizikai akadálya ne legyen az oltások felvételének, fogalmazott. Beszélt arról is, hogy a magyarországi koronavírus megbetegedések 29%-át az Omikron variáns okozza, a vírus ezen mutációja egyre jobban terjed. Müller Cecília hozzátette, az Omikron általában enyhébb tüneteket okoz, de sokkal fertőzőképesebb, akár 3 naponta is duplázódhat a fertőzöttek száma. A magyar űrprogram amerikai segítséggel valósul meg, ami a korábbi Apollo projektre épül, mondta Ferenc Orsolya, a Fidesz Józsefvárosi önkormányzati képviselője, űrkutatásért felelős miniszteri biztos a heti TV Pirkadat című műsorában. Hozzátette, emellett természetesen az orosz féllel is együttműködnek a magyarok. Magyarországnak az űrkutatásban jelentős együttműködő partnere Franciaország és Izrael, ahol egyébként az űrkutatással való foglalatosság már a középiskolai tanulmányokban is megjelenik. Számos űreszköz tervezésében működnek közre izraeli középiskolások, egyébben akár 8 ilyen pici műholdról is van szó. Izrael azért is jelentős, mert lakosság számát tekintve Magyarországhoz hasonló, ám ők jelentkeznek saját hold programmal. Arra a kérdésre, hogy a magyar középiskolások is közre fognak-e működni az űrprogramban, a politikus úgy felelt, ez csak rajtunk múlik. A szellemi képességek rendelkezésre állnak már most is, csak a kormányzati és az oktatási szándék kell még hozzá. Ez persze nem egyszerű feladat, de ez az igazi befektetés, jegyezte meg. 4 kontinens, mintegy 100 artista művésze mutatkozik be január 12 és 17 között a fővárosi Nagy Cirkuszban, a 14. Budapesti Nemzetközi Cirkuszfesztiválon. Magyarországra figyel a cirkuszvilág a következő 1 hétben. Budapest ad otthont ugyanis az év legrangosabb nemzetközi cirkuszi fesztiváljának, hangsúlyozta a Cirkuszépületek Európában című konferencia és kiállítás megnyitóján a Szépművészeti Múzeumban Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár. A cirkuszművészet megújításáért felelős miniszteri biztos, a Budapest Nemzetközi Cirkuszfesztivál szervező bizottságának elnöke. Mint kiemelte, Magyarország Európa vezető cirkuszművészeti központjaként a világon első alkalommal rendez tudományos konferenciát a cirkuszépületekről, de cirkuszpedagógiai konferencia is szerepel a fesztivál programjában. Külföldi híreink.
Megfertőződött a koronavírussal Yair Lapid izraeli külügyminiszter is. Izraelben ismét rekordszámú, már több mint 30 ezer napi új fertőzöttet azonosítottak, és tovább nőtt a súlyos betegek száma, jelentette a helyi média. A pozitív vírustesztje után Lapid karanténba vonult, és a Twitteren azt közölte, kiválóan érzem magam, mert be vagyok oltva. A mikroblog bejegyzésében mindenkit oltakozásra és maszkviselésre buzdított. Omer Barlev közbiztonsági miniszter vasárnap jelentette be, hogy koronavírus fertőzött, és a Knesset, azaz az izraeli parlament több képviselője is elkapta a vírust. Közben kedden ismét rekordszámú több mint 30 ezer koronavírusos új beteget regisztráltak. A hétfőn elvégzett mintegy 350 ezer teszttel 37.887 újabb izraeli bizonyult vírushordozónak, és ez az eddigi legmagasabb napi száma a koronavírus megjelenése óta. A pozitív tesztek aránya 11,38% volt. Aykan Erdemir török tudós és volt politikus szerint a zsidóknak óvatosnak kell lenniük Erdogan török elnöknek a zsidók és az Izrael felé irányuló törekvéseivel kapcsolatban. Közel két évtizednyi, egyre antiszemitább és Izrael ellenes retorika után Erdogan békülékeny gesztusokat tett a zsidók és Izrael felé, ami sokakat meglepett nyugaton. Sarah Stern, az EMET alapítója és elnöke arról beszélt, hogy Erdogan december 22-én ankarai palotájában találkozott Törökország zsidó vezetőivel, az Iszlám Állam rabbik szövetségének tagjaival és Oroszország főrabbiával. A találkozó során Erdogan békülékeny kijelentéseket tett Izraelről és felszólalt az antiszemitizmus és a holokauszt tagadás ellen. Az Oroszország vezette kollektív biztonsági szerződés szervezete két napon belül megkezdi csapatainak kivonását Kazahsztánból, közölte a kazah elnök kedden a parlamentben. Kasim Zsomárt Tokajev hozzátette, hogy a békefenntartó erő küldetése sikeresen befejeződött, a kontingens fokozatos kivonása megkezdődik. Ez a folyamat nem tart tovább 10 napnál. Az olajban gazdag egykori szovjet tagköztársaságban több nagyvárosban kormányépületeket támadtak meg, miután az üzemanyagárak emelkedése elleni eredetileg békés tüntetések erőszakba torkoltak. Tokajev korábban arra hívta fel a figyelmet, hogy a támadók között iszlamista fegyveresek is voltak, akik a régió országaiból, Afganisztánból és a Közel-Keletről érkeztek. Egy héttel a véres zavargásokat követően most parlamenti beszédében a kazah elnök azzal vádolta meg elődjét, Nurszultán Nazarbajevet, hogy elősegítette egy gazdag kaszt kialakulását, ez társadalmi elégedetlenségeket keltett, és ez is háttérben állt a kirobbantott társadalmi haragnak. Az államfő az ülésen Alihan Szamijovot jelölte új miniszterelnöknek, akit a parlament alsóháza szavazott meg. Pozitívan értékelték az Európai Gyógyszerügynökség szakértői oroszországi látogatások során a koronavírus elleni Sputnik vakcina klinikai tesztelésének eljárását, közölte Denis Logunov, a Gamelya központ helyettes vezetője, a Szolojov Live YouTube csatornán. Ami a gyártási szabványok elismerését illeti, még folyamatban van, mert harmonizálni kell az európai, kínai és oroszországi termelési szabványokat. Ami a klinikai vizsgálatok elvégzésének elismerését illeti, az EMA már meglátogatott bennünket, és nincsenek kritikus megjegyzései, a klinikai vizsgálatok elvégzése szempontjából pozitív értékelést kaptunk, mondta. Logunov reményét fejezte ki, hogy az elkövetkező hónapokban megoldódik az oltóanyag előállítási szabványok harmonizációjának kérdése az ügynökséggel. A jelenlegi adatok alapján kijelenthető, hogy az európai lakosság több mint fele várhatóan megfertőződik a koronavírus omikron variánsával a következő 6-8 hétben, mondta Hans Kluge, az Egészségügyi Világszervezet európai részlegének vezetője. Európában több mint 7 millió új fertőzöttet regisztráltak 2022 első hetében, ami azt jelenti, hogy két hét alatt megduplázódott az esetszám, mutatott rá sajtótájékoztatóján. Megjegyezte, az omikron olyan mutációkkal rendelkezik, amelyek lehetővé teszik, hogy könnyebben megtapadjon az emberi sejteken. Emiatt a gyógyultak és az oltottak is megfertőződhetnek, tette hozzá. Légi csapásban legalább 17 ember életét vesztette, és sokan megsebesültek az etióp Tigré tartományban, egy segélyszervezet két munkatársa szerint, akik a helyi hatóságoktól és szemtanúktól értesültek az esetről.
A támadás halálos áldozatainak többsége nő volt. Az etióp hadsereg és a kormány egyelőre nem kommentálta a művelet körülményeit. A kormány mindeddig cáfolta, hogy bármikor is civileket vett volna célba a tigréi felkelők ellen. 14 hónapja húzódó küzdelem során. A belháború 2020 novemberében kezdődött Tigrében, amikor a Nobel békedíjas Ahmed Abidj, etióp kormányfő, a szövetségi hadseregét küldte a régióba a tigréi népi felszabadítási front híveiből álló helyi vezetés leváltására, mert az nem ismerte el a központi kormány fennhatóságát. Azóta ezrek vesztették életüket a konfliktusban, több mint 2 millióan kényszerültek elmenekülni otthonukból, és csaknem 10 millióan szorulnak élelmiszer segélyre Etiópia északi részén. Gazdasági híreink. Magas értékkel zárta a tavalyi évet a pénzügyminisztériumban kifejlesztett heti gazdasági index, amely január 2-án végződött héten 14,2%-os emelkedést jelzett, míg a negyedik negyedévben a mutató átlagos értéke plusz 7,8% volt, közölte a pénzügyminiszter Facebook oldalán. Marga Mihály hozzátette, azzal számolnak, hogy tavaly 6,4%-kal erősödött a magyar gazdaság, és idén is jóval 5% felett bővülhet. A miniszter szerint a gazdaság sikeres újraindítása lehetővé teszi az elmúlt 10 évben végrehajtott adócsökkentések folytatását. Marga Mihály közösségi oldalán példaként említette, hogy idén 1500 milliárd forinttal mérsékelték az adókat, a 25 év alattiak adómentessége 140 milliárd forintot jelent, a családi adó visszatérítés 600 milliárd forintot, a munkát terhelő adók csökkentése 750 milliárd forintot tesz ki. Híreinkről bővebben a hetitv.com vagy a braillepress.com-on olvashatnak. Én köszönöm figyelmüket, szép napot, viszontlátásra! Ma is szikrázó napsütés ígérkezik jellemzőnek, néhol vékony fátyol felhőzettel. Este zömében szélcsendes, csillagfényes, erősen fagyos idő következik. A hőmérséklet jellemzően 8 és 2 fok körül alakul. Köszönöm figyelmüket, maradjanak velünk, viszontlátásra!